Összesen 40 mesterlevelet adott át a Kereskedelmi és Iparkamara szerdán. Négy szakma képviselői, cukrászok, szakácsok, kozmetikusok és fodrászok vehették át a legmagasabb szintű elismerést. A kamara évek óta nagy hangsúlyt fektet a mestervizsgáztatásra, mondta el Mihalic Antal elnök. Ja, nagy örömmel jelenthetjük ki azt, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta nagy múltra visszatekintő mestervizsgáztatással rendelkezik, és most éppen egy ilyen mestervizsgáztatási időszaknak a sikeres zárása után vagyunk túl. 40 mesterünk 4 szakmában vizsgázott. Ahhoz, hogy valaki kiérdemelje a kamara mesterlevelét, sokrétű szakmai tudásról kell számot adnia, tudtuk meg dr. Lakatos István képzésért felelős alelnöktől. A mesterek azok elméleti és gyakorlati szakmai képességekről adnak számot a mestervizsga kapcsán, illetőleg ez még a pedagógiai és a vállalkozási ismeretek társul, mint kiegészítő ismeretanyag. Az egyik újonnan felavatott mester Sárközi Bognár Éva volt, aki cukrászként érte el ezt a címet. Azt mondja, a folyamatos tanulás, ismeretszerzés elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki igazán mesterévé váljon szakmájának. Az embernek ugye folyamatosan képezni kell magát, és ez a mester egy szint, és erre a szintre el kell jutni. Most azt mondom, hogy az életben van egy megálló, ez a mester cukrász, mesterlevél, ez egy megálló, de folyamatosan képezni kell magunkat tovább. A mestereknek az oklevél átvétele mellett esküt is kellett tenniük, amely szerint a jövőben is úgy gyakorolják szakmájukat, hogy méltók legyenek a legmagasabb címre.